Mi itt a Check Engine-en nagy barátai vagyunk annak, hogy az emberek inkább pályanapokon autózzanak, mint hogy az utcán legyenek hülyék, ezért készült már több pályanapos anyagunk, ott volt ugye az SSGTI, a Jorpet Trackday, és most Becker Ádám jött el hozzánk, aki a Track Friends Time Attack Hungary-nek a szervezője, fővédnöke, mentora, nem is tudom. Hogy egyik szervezője. Egyik szervezője. Ez egy Time Attack sorozat, és akkor kérlek, aki annyira messziről nézi ezt a dolgot, mint én, kérlek, mondd már el, hogy miben különbözik a Time Attack a hagyományos autós pályanaptól. Sziasztok, üdvözlöm én is a nézőket. A már említett Jordán Péter az egyik szervezőtársam, Csizmadia Boton pedig a másik, és a Time Attack az lényegében az, hogy a lehető legjobb időt kell elérned pályán, biztonságos körülmények között a saját autóddal, és nem az számít, hogy hány embert előzöl meg, hanem a saját kategóriádban elért legjobb idő eredmény. Tehát ez egy időremenés, ha van ilyen magyar szó, akkor ez egy időremenés. És az a célja, igen, hogy ez ne a Váci utcán, vagy a Váci úton, meg az Árpád hídon történjen, hanem szervezett körülmények között, két mentőautóval, kellő bukótérrel, ellenőrzött autókkal, és igazából ennyi. Tehát ez a Time Attack szabályrendszer, ami amúgy egész Európában már, meg Ausztráliában, meg mindenhol a világon már egy ilyen, kinőtte magát úgy, mint annó a drift, ez most egy ilyen szabályrendszer sport. Helyez egy kicsit képbe. A Time Attack az egy ilyen népibb autósport, akár mint mondjuk a slalom, vagy inkább ezek a professzionális szakágokhoz áll közel, mint mondjuk mondtad, hogy azért ez már több külföldi országban kinőtte magát, mint mondjuk egy túraautóbajnokság. Hívják most akár, hogy is a túraautóbajnokság. Tehát, hogyha el kéne helyezned a slalom és a túraautóbajnokság között, akkor melyikhez van közelebb? Nagyon széles a spektrum. Ha megnézed a múlt évi Time Attack Európa bajnokságot, ott azért egy turbos 1500 lóerős V10-es Audi R8 ment, amit nem gondolom, hogy hobbi kategória. Nem tűnik nagyon népi. Nem népi, viszont a gyökeré az abszolút ez, hogy van egy, nem tudom, GTI Golfod, mert te szereted a sportosabb autókat, akkor elviszed délelőtt óvodába a gyereket, és a délután kimész egy pályanapra, és jól érzed magad. Mi ezt szeretnénk képviselni, ezt a szellemiséget, tehát abszolút nem a csúcsautók és a minél több pénz és minél komolyabb technikai repertoár felvonultatása a cél, hanem az, hogy utcai autókkal, tehát nem kell, hogy bukócsöves legyen semmi, azzal, amivel elmész bevásárolni, avval hétvégén eljössz. Természetesen jó, hogyha a jó műszaki állapotban van, és azért lesz nálunk egy technikai átvétel, igen, de nem gépátvétel, nem úgy, mint a Ágú Béla nagyítóval átnézzük, hogy jól el van vezetve a üzemanyag vezeték és minden stimmel. Alapvető biztonsági szempontokat veszünk figyelembe, illetve a kategóriákat, mert ez az a műfaj, ahol nem azt lehet mondani, hogy mit én nagy túra, kis túra, akármi, hanem van ezerféle autó, pontosan azért, mert nem típusautókkal jönnek a tesztelni, vagy az autós nyílt napra igyekvők. Van Mazda MX-5, van M2 Competition Package, van Nissan 350Z, van M3-as BMW, tehát annyira széles a repertoár, hogy őket meg kell próbálni kategorizálni, és itt a PlayStation-ös korszakból, nem tudom, gondolom mindenki játszott a GT3, GT4, GT5 játékokkal. Mai napig pedig. A mai napig pörög, így van, bár így két gyerekkel hátam mögött viszonylag hamarabb merül a kontroller. Majd a gyerekeknél pörög, igen. Hamarabb merül a kontroller álltó helyébe. Szóval ott a súlylóerőarány volt a kiváltó ötlet, és az alapján van bekategorizálva a Time Attack-en mindenhol a világon. Ez úgy néz ki, hogy megnézzük, hogy hány lóerős az autó, milyen súlyú, és akkor ebből az arányszámból... Várjál, akkor ez most olyan, hogy akkor a pesti éjszakában van a bemondott lóerő, hogy érzésre 300++, vagy itt viszont akkor hát érzésre ez nincs 200 ló, barátom, hidd el, hogy minél alacsonyabb kategóriába kerül. Igen. Meg ezt a problémakört? Ezt úgy kerüljük meg, hogy szerencsére mellénk állt a Hubdino csapata, és róla peték vállalták, hogy összepakolják a műhelyüket, lehozzák a Pannonieringre, ott kipakolnak egy boxba, és azokat a gyanúsabb autókat, vagy nem is a gyanúsakat, hanem akiket nem ismerünk, mert azért ez egy szűk baráti kör. Tehát itt... Nem cél a másik átkúrása. Igen, tehát azt gondolom, hogy a mező 80%-áért tűzbe mennék, úgyhogy tudom, hogy nem fog csalni, jól akar érezni magát. De azért, amikor még régen volt magyar Time Attack, amiben én is amúgy indultam, és mi nem azok vagyunk, tehát ez egy teljesen külön kezdeményezés, de akkor azért elrontotta a szájízét ezek az emberek, akiket mondtál, hogy bemondta, hogy a
123D, az gyári. És amikor kinyitottam a motorháztetőt, hogy akkora turbó volt rajta, hogy Scania kamion is megirigyelte volna. Szóval hozzáteszem, hogy azért olyan emberek vannak körülöttünk, akik látják egy célegyenes végi végsebességből, hogy az autó az körülbelül mit tudhat. Tehát azért itt mellettem vagy mögöttem olyan emberek vannak, akik sokkal jobban értenek az autózáshoz. Egy tény, hogy a Hubdyno le fog jönni most a Pannonieringre, és akiket mi szeretnénk, azt megmérik. Elindult a vita a Facebook csoportban, hogy most akkor keréken mért lóerő főtengelyre, mert ugye, ahogy említettem, csomó utcai autó fog részt venni, és az utcai autóknál főtengelyen mért teljesítmény van megadva. Hajtmatás konfigurációtól függően így van, teljesen más egy első kerekes, egy hátsó kerekes, egy 4WD, egy 2WD. Én azt gondolom, hogy kapni fogunk egy hatalmas mintát. Uh-huh. Ösztönözzük is a résztvevőinket, hogy menjenek el a Hubdynohoz, és ott legyen lemérve az autó, és akkor nagyon egyszerű, mert akkor egymáshoz tudjuk hasonlítani őket. Egy műszer, nincs eltérés. Egy műszer. Ha van is eltérés, az mindenkinek ugyanaz az eltérés, és jövőre pedig azt szeretnénk bevezetni, hogy a BHP helyett VHP legyen, tehát keréken mért teljesítmény alapján legyenek kategorizálva. A mérleg az mérleg, ott azt nem lehet átvenni, tehát visznek mérleget is. És ez megint csak egy olyan dolog lenne, ami egyenlő feltételeket biztosít, viszont tudom jól, hogy nem mindenkinek esik jól 20-30 ezer forintot elkölteni csak egy teljesítménymérésre, holott ő pontosan tudja, hogy ül a, nem tudom, 1.6-os MX-5-ösébe, ami szög gyári, tudja, hogy hány lóerő nagyjából, vagy volt, amikor legyártották. Tehát, hogy ezen még azért gondolkodunk, mert azt sem szeretnénk, hogy fölösleges anyagi terhet róni azokra, akik amúgy teljesen normálisak. Kinyitod a képtetejét azért sokszor árulkodó, tehát, hogy amikor egy autónak mondjuk másfél szerezed a teljesítményt, annak már vannak kívülről látható jelei. Hát igen, de amúgy, igen, de amúgy. Főleg egy szívó autónál, egy szívónál, igen. Igen, de most van a Cseh Gábor, akinek van egy M2 Competition Package, ő félreáll a boxba, és szabadon ki tudja választani, hogy most 400, 500, 600 lóerős lesz a kocsia, és nem látsz rajta semmit. Azt látod, hogy megy. Nagyon. és hogy de ő pont a teljesen becsületes, Euroringen volt, és ő mondta, hogy hát akkor most visszaveszek a teljesítményből, mert ez ide sok. És nem tudta vezetni az autót igazából a legnagyobb teljesítményszinten. Tehát egy turbosnál nem veszed észre, ott egy dolgot látsz, hogy mi a nagyjából a célegyenes végi végsebesség, mert ott az elég beszédes, illetve álljunk meg egy picit. A teljesítmény egy dolog, a súly egy dolog. De azért itt még van hajtásképlet, gumi, így van. Fék, meg még nagyon futómű, sok egyéb pénzű. Szép lassan eljutunk a FIA performance faktorhoz, ami egy kicsit, ha jól gondolom, azért egy ilyen baráti, félbaráti társaságnál, fele baráti társaságnál már megölni a mókát. Ilyen dolgokat figyelembe vesztek? Igen, az is, hogy a kategorizálva vannak, hogy eljeles gumi, ami lehet szemiszlik, nem szemiszlik, vagy full slicken megy, ezek mind rontó számok, az, hogy milyen futómű van alatta, gyári vagy gyárival megegyező utángyártott, tehát lehet az egy Bilstein is, hogyha a gyári, tehát hogy nem állítható magasságú vagy keménységű, ha állítható magasságú keménységű, akkor az megint egy másik tészta, hogyha már külső tartályos versenygátlóról beszélünk, megint egy másik rontó számot kap. Tehát megvan az aránya a súly, lóerő, az autó súlya és a lóereje ad egy arányt. És akkor azokat még lehet rontani, idézőjelben, ilyen kiegészítőkkel, hogy van egy túllógás, szélesítés az autón, aerodinamika, hátsó szárny, milyen gumival mész, nagyjából igen, ezek a rontószámok, és akkor ez alapján tovább sorolódik az autód. Icipicit elmentünk az elmebaj felé, de tegyük fel, hogy én egy lelkes családapa vagyok egy Golf GTI-vel, vagy mondjuk egy Cupra kombival, akármivel, igen. És hogy szeretnék ide kinézni. Mit vigyek magammal, mire készüljek? Tehát mondjuk még a pályanap előtt mik azok a teendők, amiket mindenképpen meg kell csinálni. Azt mondtad, hogy hát jó lenne, hogyha az autó jó műszaki állapotban lenne. Tehát felteszem, hogyha egy műszakin átmegy, ami nem Deák igazolványos, hanem ilyen rendes műszaki, akkor azért olyan nagy baj nem lehet. De mire kell készülnöm, mire kell számítanom? Gumi kopni fog, így van. Egy érvényes forgalmi engedély az amúgy egy jó belépő. Attól függetlenül át fogjuk nézni az autót, hogy szerintünk megfelele a pályázásra. Szerintem a legfontosabb, hogy cseréld le a fékfolyadékot. Az utcai autókban soha nem derül ki, hogyha 10 éves fékfolyadékkal vagy jó esetben, de amikor kimész pályára, a negyedik éleskör után pikpak elillan a víztartalom és beesik a pedál. Én azt mondom mindenkinek, hogy ha nincs teljesen biztos, tehát hogy nem teljesen biztos abban, hogy egy éven belül ki volt cserélve a fékfolyadék, akkor menjen el, cseréltesse ki, egy liter vagy, tehát nem is összeg, nem számottevő, és akkor nyugodtan jöhet. Ha a gumi el fog fogyni, nem olyan halálosan veszélyes, mert ezt úgy is észreveszi, hogy a Seat Leon FR kitolja az órát a kanyarba, ha nem tudom, ellőtjén az üzemanyag, ha melegszik a motor, hajtáslánc, nem lesz életveszélyes, kivéve, hogyha mondjuk beesik a fékpedál, mert azért ez nem egy jó hír a célegyenes vége. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. És amúgy, mint jó tanács,
nem árt beszerezni valami szemiszliggumit, esetleg a csomagtartóba elhozol egy teljesen felgumizott tartalék kerékszettet, ha véletlenül elméred magadat, kimész a kavicságyba, akkor ne a széffelnéd legyen összekavicsozva. Pályaismeret talán, megnézel egy-két YouTube videót, de nagyjából ennyi. Szóval én azt gondolom, hogy ez azért egy nagyon jó dolog, mert semmilyen bukósisakot hozzá, bocsánat, azt mindenkitől, ha bukócsöves az autó, ha nem, azt mindenkitől kötelezően elvárjuk a bukósisakot. A jó műszaki állapot, a forgalmi, a bukósisak. Hogyha kocka versenyzőként mennél oda, és hogyha szépen kezdesz becsúszni a nyúlüregbe, akkor jöhet akkor a nem kell forgalmi. De akkor nem is kell forgalmi, hogyha már egy kicsit épített autód van, tehát örömmel látjuk azokat a hobbi autókat, amik nem a... érkeznek. Ami trélen érkezik, és nem a Szerpentinen éjszaka esik árokba, hanem itt nálunk a bukótérbe, és akkor kihúzzuk, és akkor megyünk tovább, és örülünk egymásnak, tehát igen. Remekül hangzik, beszéljünk egy kicsit a költségekről, szerintem ez egy nagyon fontos tétel. Ugye az autósport, pont múltkor beszélgettük Ágó Bélával, hogy hiába hivatkozunk akármilyen autósportra, népi autósportként, ez sosem volt igazán tömegsport. Mire készüljön az, aki kilátogatna a Time-etekre? Ha jól gondolom, pályánként eltérő a költségvetés. Igen. Tehát vannak drágább és vannak olcsóbb pályák. Most az első futam 17-én a hosszú hétvégén az Alpannónia Ring lesz. Mire készüljön az, aki esetleg kilátogatna december 10-én? December? Mire készüljön? Március. Március 17-én kilátogatna a Pannonia Ringre. Igen, a motorsport ez drága. Tehát, hogyha nem, tényleg nem ez van, hogy akkor most a haveroddal lépsz egy kövéret valahol, akkor onnantól kezdve ez drága. Most jelenleg ez a nyílt napunk, ezt sikerült kitolni, és ezúton is köszönjük szépen a Pannonia Ringnek és Kis Sándornak azt a fajta pozitív hozzáállást, amivel segít minket. Ettől függetlenül most ez úgy néz ki, hogy 84 ezer forintos díjat kell befizetni erre a nyílt napra, erre az összejövetelre, ami takarja a több millió forintos pályabérletet. Tehát úgy, hogy nagyon kedvesek velünk, és azt gondolom, hogy nagyon jó szerződést kaptunk, még így is több millió forintos a pályabérleti díj. Illetve lesz lenne egy szervezőcsapat, lesz maticákat kell gyártatni, karszalagot kell gyártatni, három embert fizetni, fotósok, videósok, élő közvetítés, ami azt gondolom, hogy párját ritkító, tehát streamelt élő közvetítés, folyamatosan online időeredményekkel, amihez majd transpondert kell bérelni, tehát annak lesz egy plusz 4000 forintos költsége. De hogy nagyjából ennyi, tehát aki el akar jönni, az számolhat úgy, hogy van egy 84 ezer forintos belépő, azon felül 4000 forint transponder bérleti díj, és azon felül el fog fogyni, 6x20 percet fogunk menni, ami alatt én azt gondolom, hogy egy tankbenzint azért csak el fog mindenki fogyasztani, féket, gumit erősen, tehát attól függetlenül, hogy ez egy low budget esemény, itt 100000 forintot simán el lehet költeni, beleszámolva az autó kopását, vagy a gumikopást, meg az üzemanyagot, mindenki döntse, hogy ez sok vagy kevés, azt tudom, hogy mondjuk ez, mit tudom én, lehet, hogy pár éve még édesanyámnak a fizetésének a fele volt, vagy majdnem nagy része, van akinek meg egy kerekítési hiba százalék, ezt mindenki maga érzi, szerintem drága. Drága. Még így is. Igen, de hozzáteszem, hogy amúgy a Pannonia Ringen 300 eurós, 400-500 eurós pályanapok is vannak. Sőt, ez a Touristen Fahrt az sokkal komolyabb, ott természetesen komolyabb autók mennek, lambók, meg inkább az osztrák-német közönség érkezik meg, de, és akkor ezért de mi vagyunk az alja anyagilag. De most azt nem tisztán védenetek titeket, de azt hozzá kell tenni, hogy ez 6x20 perc, az 120 perc. Az két óra versenytempóban az elképesztő megterhelő, még szünetekkel együtt is. Tehát én a Jorpet-féle pályánapot toltam végig legutóbb tavaly az évzárót, és ott nem tudom mennyit autóztunk, ennél valószínűleg kevesebbet, de azt tudom, hogy a végén hazavezetni kihívás volt, igen. Mert hogy a földön húztam a kezemet, és annyira voltam dekoncentrált, mintha nem aludtam volna három napja. Szóval, hogy 6x20 perc versenypályán, az olyan, mintha lenyomnád a München-Budapestet. Szóval így érdemes nézni ezt a 84 ezer forintot, meg hát ugye, amit emlegettél, a mentő, a műszaki háttér. Ebben benne van, így van. Tehát lesz egy esetkocsi, egy rohamkocsi, lesznek pályabírók, darabszámot nem tudok pontosan, de pályabíró csomag benne van ebbe az összegbe. Maga az, hogy egy olyan biztonságos pályán vagyunk, ami amúgy a motorosoknak is megfelelő, licenszes pálya, tehát nagyon nagy bukóterek vannak, gumifal van. Bocsánat, mielőtt félreértem, ide most nem mehet motoros. Nem, igen, bocsánat, igen, nem ez autós pályán, csak mondom, hogy a Pannonia Ring az meg abszolút biztonságos pályán, nagyon nagy bukóterekkel, tehát igen, sajnos ennek ára van, és még így is mi vagyunk talán a legolcsóbb ilyen
sorozat szerveződés. Eseti pályanapok vannak olcsóbbak, 20-30 nem nagyon, tehát én azért jártam, igen, vannak, most csúnyán mondom, gokártpályákon, tehát hogy az egy kilométeres... Nem nézzük le a kakucsot. Nem, tök jó, és tök jó, hogy van, és megvan annak is a varázsa, csak azt mondom, hogy egy, ott nem tudod összeterelni a, tényleg a MX-5-ös Mazdát, meg a V10-es 510 lóerős E36 GTR-t. Ez egy V10-es? Ez ekkor még egy kompresszoros 3 liter stroker volt, és azóta V10-es lett. Jézus Isten, igen, S58, az jó kis E60 M5 V10. Szerintem igen, az van benne, igen. Gyönyörű hangja van. Nagyon szép hangja van, most kaptam videót a programozásáról is, brutális lesz. Tehát, hogy amúgy, aki nagyon szereti ezeket az autós rendezvényeket, és nincsen lehetősége bérelni, amúgy a Facebook csoportunkon van több lehetőség arra, hogy egészen pici pénztől a csillagos égig vannak bérautók, de aki nem ezt választja, és szeretné jól érezni magát egy vasárnapi napon, megnézni, hogy milyen autók vannak, ingyenes a belépő, ez nem egy haszonszerzés, ez nem egy olyan fesztivál, hogy most mit jegyeket szedünk, hanem jöjjenek, érezzék jókat, ingyen meg lehet nézni ezeket és a kocsikat. Azt csak tanúsítani tudom, hogy ha az ember kimegy egy pályanapra, és amikor nem vezet, akkor is jól fog érezni magát, mert nagyon olyan emberek között van, akik nagyon hasonlóan ütötték be a fejüket, és hogy ez garantálja a jó beszélgetést. Hát itt nagyon beteg autók, tehát hogy itt nagyon beteg autók vannak, gondolom, te is ismered ezeket a turbós épített MX-5-öket, saját érintettséget terén is, igen. Tehát most a Csizma Diabatont küldte, hogy 400 lóerő körül járnál Akkor arról van rajta, hogy nem tudom, egész Kazincbarcikának az összes mosatlanyát ki lehetne vasalni a szárnyakon, tehát hogy akkora vasoldeszkák. És az nagyon érdekes, ez egy pikáns autó például. Igen, azt tervezem is feldolgozni, vagy Nyíregyházi Gyurival, mert ő meg szeret ezekről beszélni. Nézd, akkor összegezzünk egyet, tehát március 17. Így van, Pannonia. Pannonia Ring. 9-től 5-ig. Sötétedésig. És a részletek pedig itt vannak ebben az adásban, hallgassátok vissza. Egy dolog érdekel még engem, amit egy motoros barátom szokott nagyon gyakran nekem szegezni kérdést, hogy az autósportokból pont a legizgalmasabb részt vették ki, a népi autósportból, a test-test elleni küzdelmet. Igen. Tehát, hogy miért nincs olyan pályanap, ezt most már csak egy kvázi adáson kívül, de azért majd benne hagyjuk, hogy miért nincs olyan pályanap, ahol autósok egymás ellen mennek. Nekem az a megfejtésem, hogy ehhez azért nagy pálya kell, már hogy nagyon igen, nagy pálya széles, kell. Igen, nagyon széles pálya kell. Tehát mondjuk az Euroringen ezt nem biztos, hogy meg tudod valósítani, bár ott megye, nagyon jó sorozatok vannak az Euroringen, megy a 4 órás futam, ott ezért előzgetik egymást, de... Gondolj bele abba a szituációba, hogy kiviszed a 10x millió forintos technikádat, mert amúgy normális vagy, van egy Porsche GT3-asod, és nem akarod a tényleg a közúton veretni, és azt mondod, hogy találsz egy ilyen pályanapot. Találsz 10 milliós GT3-ot, akkor engem hívj először. Igen, akkor te leszel a másik, mert én megveszem azt a 10 milliós GT3-ot, de akkor, tehát hogy most mondjunk valamit, x, persze, 10 millió persze. forint, és jön Ádika, a mikrofonát leütöttem, és jön Ádika a reszelt E36-osával, amit gyakorlatilag bontóból össze lehet terelni, 1 millió forint értékbe, és az egyik kanyarnál elkottázom, és lebontom a kocsitnak az oldalát, mert meg akarlak előzni. És akkor, hát bocs, versenyben esett betétlapot nem nagyon fognak elfogadni a biztosítóban, hogy a kettes kanyarba lekaszáltam a kocsit oldalát. Én azt gondolom, hogy a motorosok sokkal könnyebben megférnek egymás mellett, mint az autósok. Nagyon nagy rutin kéne ahhoz, hogy ez test-testelni küzdelem legyen. Még most is van egy csomó probléma, hogy jön a feltartás, nem nézi a tükröt a delikvens, jön mögött egy erősebb autó, akinek legalább 10-15 pályanap nincs a háta mögött, az nem tudja jól kezelni ezeket a helyzeteket. És most összeengednénk egy csomó embert, hogy előzzétek meg egymást. Nem hiszem, hogy kellő technikai tudás és instruktorok nélkül ez működőképes lenne, és jelentős anyagi kár lenne. Tehát megnézel bármilyen autós viadalt, egy Forma 1-től egy rallycrossig, ahol az autók megelőzhetik egymást, és az a cél, hogy megelőzd, ott mindig van érintkezés, és mit tudom én, most egy Xenon fény, vagy egy LED fényszóró 1,2 millió egy Porsche-ba, és egy kicsit arról a kocintod, letörik a füle, az elég drága pályanap lenne. Nálunk amúgy van egy Gentleman's Drivers kezdeményezés. Most jönni fognak a Pannonia Ringre páran nagy teljesítményű Corvette, Lambo, Porsche GT3, akik kimondottan csak magukba szeretnének autókázni, mert féltik az autójukat, és nem azért féltik, mert hogy most én bele fogok szállni, hanem egyszerűen azért féltik, hogy valaki kicsúszik, fölviszi a kavicsot, elmegy előtte, fölveti a szélvédőre, 500 000 forintos kár. Tehát, hogy magát az autót
ebbe a használati módba féltik, de hát nem azért vették, hogy a garázsba álljon, tehát ez egy ilyen köztes, ilyen senki följe, hogy ők maguk belautókáznak 4-5-en, és akkor erre mi biztosítunk lehetőséget, hogy ha már kibéreltük a pályát, akkor azt is szívesen látjuk, aki nem tényleg a élethalál hajszát csinálja, hanem azt, hogy van egy jó sportautója, amit szeretné élvezetesen vezetni. És ők talán, ha jól emlékszem, nem is kértek időmérést, tehát ők tényleg csak azok a normális emberek, igen, de azok a normális emberek, akik tényleg beülnek a jó sportautójukba, és utána autóznak egy jót. És ezt nem közúton teszik a sebesség határ háromszorosával, hanem egy szintén, ami ugye az alap gondolat, és én azt gondolom, hogy nekem ez áll legközelebb ez az egész, ez a szellemiség, hogy egy ilyen kontrollált és biztonságos körülmények között kielvezik a 600 lóerős autójukat, amit valljuk be őszintén, mondjuk Budapesten nem fog tudni kielvezni. Debor sehol a világon. A 600 lóerős autó. A Man-szigeten esetleg ott, vagy a német autópályán, ahol nincs sebességkorlátozás, ott lehet legálisan élvezni. Akkor meg minek, ha nem élvezheti, tehát ez egy ilyen jó apropó arra, hogy ők egyszerűen nem akarom turagozni, tudod, mi van szó. Persze. Szóval mindenkinek jó, van, aki az időeredményért jön, van, aki meg azért, hogy mosolyogva távozzon. És ez tök jó megfér egymás mellett. Nézd, lássuk meg, bízom benne, hogy idén egyszer majd kijutok egy rendezvényetekre, hogyha itt lesztek valahol a közelben, és nekem is elkészül az autóm. Aztán addig pedig sok sikert kívánok hozzá, és bízom benne, hogy minél több embert be fog rántani. Köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm szépen a meghívást.